A Panna Csajok stb. mai adásának vendégei dr. Prejsz Éva pszichiáter, transzgenerációs szakértő és lengyel fiadi családfakutató. Örülök, hogy itt vagytok. Mint pszichiáter jöttél rá arra, hogy, hogy, ez az ág, tehát az, hogy, hogy a, a, a transzgenerációs mintákkal foglalkozunk, az milyen fontos? Szerintem legyünk nagyon őszinték, mindannyian bármilyen pályán is vagyunk, ott van a saját motivációnk, a saját személyes élményünk, ami minket valami miatt arra az érdeklődési irányra vagy pályára tesz. Igen, én már pszichiáterként tevékenykedtem, és nagyon sok mindent tudtam a családom történetéről, a származásunkról, az elszenvedett traumákról, de a tudás az nagyon más, mint a megtapasztalás. És amikor én várandos voltam az első gyermekemmel, akkor olyan megtapasztalásaim voltak, és olyan tüneteket produkáltam, pszichés tüneteket, betegség tüneteket úgymond, amivel valamit kellett kezdenem, és amikor ennek így utána mentem, akkor aztán tényleg ez a megtapasztalás elkezdett valahogy nagyon erősen dolgozni és átírodni bennem, és, és valahogy és természetesen egy transgenerációs háttere volt annak az élményvilágnak, azoknak a tüneteknek, amit én akkor megéltem, és utána ezen a vonalon haladtam tovább, és haladok mind a mai napig, csak most már nem csak saját magam, meg a családom, meg a környezetem, hanem tágabb körben is. Mit tudtok arról mesélni, akár valamiféle példa nyomán, hogy ez milyen hatással van a, a többiekre, vagy a családi rendszerre? Hát va, nagyon sok olyan eset van, hogy önmagában az, hogy kiderül valamilyen titok, vagy, vagy kiderül valamiről, hogy az nem úgy volt, az, az már, annak már egy ilyen feloldó ereje van. Mondok egy példát, megkeresett egy, egy nő, hogy járnak a gyermekével gyerek pszichológushoz, mert hogy a gyerek szorong, és tünetei vannak. És akkor a, a terapeutam az első szülőkonzultáción a tünetek alapján feltette a kérdést, hogy jó, de hogy volt esetleg, vagy mit tudnak a nagyszülőkről, volt esetleg valami trauma az ő életükben, nem tudnak róla. Jó, folyt tovább a terápia, megint volt szülőkonzultáció, és kérdezi a terapeuta, hogy nem volt esetleg valamilyen holokauszt érintettség a családban, mert hogy a gyerek tipikusan azokat a tüneteket hozza, és akkor neki tök egyszerű dolga lenne, hogyha kiderülne, hogy itt mi a biztos, hogy nem, ő katolikus család, nincs ilyen. És akkor ez ment egy darabig ugyanígy, és akkor megkeresett a, a, a hölgy, hogy te figyelj, utána tudsz ennek nézni, annélkül, hogy meg kelljen nekem kérdezni a családot. És akkor összeszedtük az adatokat, és ugye a 40-es évek első felében lévő anyakönyvekben, és a korábbiakban még a vallás szerepelt, tehát fel, megnéztük akkor a dédszülőket, nagyszülőket, és valóban ott történt egy kikeresztelkedés, egy névváltoztatás, és onnantól a család élt úgy, ahogy ma él, soha többet nem beszéltek arról, hogy, hogy a felmenők kik voltak, milyen származások, mi történt velük, és tehát, hogy, hogy, egyrészt itt, itt kiderült, hogy van egy titok a családban, amiről nem beszéltek, másrészt aztán felgöngyölítettük, és valóban ott a vészkországban a fél családot megölték, és, és erről nem beszéltek a nagyszülők. És Mindegy, szóval itt volt egy családfakutatás, de a lényeg az, hogy, hogy ez kiderült, és onnantól a gyerek elkezdte abba hagyni a, a szorongást. Tehát, hogy, hogy, hogy megszűnt a titok, és nyilván ő nem értette ezt egy kisgyerekről. de mm -hmm. szóval az, hogy megszűnt a titok, megszűnt a rendszerben a feszültség, az már elindított uh, nála egy javulást. Szóval itt például nagyon kézzelfogható volt ez a változás. Ez már a múlt fájtlatra aztán mi minden. Következik. És azért azt is hozzátenném, csak így erre, erre nincsen tárgyi bizonyítékunk, de ez csak egy lehetőség, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen titok valahol kibúkan a családban, azért az tud visszamenőlegesen is hatni. Tehát, hogy például, most tényleg ez már csak az én fantáziám, de lehet, hogy ezek a nagyszülők is, bár nem tudtak semmiről, ugye, hogy így mi történt, ott az anyuka, ugye ennek a titoknak a kiderülése után azért elkezdte ugye ezt a származási alatt uh megtámogatni, és ugye hát kiderült a zsidó ö, háttér, vagy a zsidó felmenők a, a családfában, és akkor elvitte a kisfiút különböző eseményekre, tehát azért ez nagyon sokat segíthetett abban, hogy ennek a kisfiúnak a tünetei szépen oldottak, de hogy ez valamilyen szinten nem tud visszafele is hatni, és lehet, hogy a nagy nagyszülők nem tudták azt, hogy mit tudom én, mitől oldódott valamilyen szinten az őszorongásuk is, vagy egy kicsit fellazultabban éltek mm. onnantól kezdve, lehet, hogy ezt soha nem tudják meg, mert hogy ezek az információk nem kell, hogy így a szavakká formálódjanak, hogy a tudat számára felkínáljuk ezeket, a, ö, hanem elég az, hogy ezek történnek a, a, a családnak, a, a családi tudattalamban, vagy a család kollektív terében, nevezhetjük bár, hogy uh -huh. oda visszahatások vannak, ö, pozitív meg negatív értelemben is. És ugye korábban kérdezhet? kérdezted, hogy mi derülhet ki, tehát ez is egy példa, hogy a névváltoztatások benne vannak ugye az iratokban, a vallás megváltoztatása, az örökbefogadás, szóval amikor nem úgy hívják a, a szülőt, mint a gyereket, az megint felvett kérdéseket. Úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen dolgok ki tudnak derülni nagyon könnyen. És, és mindig így mosolygok, hogy azt hitték, hogy megváltoztatták, izé, eltitkolják, és akkor soha többet ez nem derül ki, és akkor itt vagyunk 80 évvel később is, de...